Nagy volt a sürgés a kurdi iskolában a pályaorientációs kalandőrület elnevezésű vetélkedő idején. Az iskola 8. osztályos csapata is a mérgező felek között volt. Farkas Sándor igazgató azt mondta, a gyerekek rengeteg tapasztalattal lettek gazdagabbak a nap folyamán. Kicsit nehezen indultunk, hát az első feladattal több mint egy órát elszórakoztunk, de aztán azt gondolom, hogy belelendültek a fiúk és az egyszem hölgyünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy haladunk lassan, de biztosan a cél felé, nagy jó hangulatba. Ez egy pályaorientációs verseny. Az egyik feladat például az volt, hogy össze kellett gyűjtenünk egy hegesztőnek a képességeit, készségeit. Hát bizony, hogy telefonos segítségre szorultunk, ismerősöket, rokonokat kellett felhívnunk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb előnye az, hogy végre történik valami, mert hogy ez a vírusos időszak nagyon sok ingertől és lehetőségtől elveszi a gyerekeket, és ez a vetélkedő, ez erre most egy nagyon jó alapot szolgál, hogy egy kicsit összerázódjunk, és kicsit tényleg a pályaválasztással foglalkozzunk, és ne csak az a tanítás legyen. A tapasztalat az, hogy bizony kell néha egy kemény főnök, aki közbe lép és fogja őket és tereli az irányba, de én azt gondolom, hogy mindenképpen előnyükre szolgál ez a mai nap. Azt vesszük, hogy el kellett készítenünk a 9 Tolna megyei szakképzési centrumos iskolának a címerét. Már ez egy fontos dolog, hogy végignéztük például azt, hogy akkor most milyen intézmények vannak a megyében, melyek azok, amik várják a gyerekeket, azért a szakképzés most újabban egyre erősebb szerepet kap, és azt gondolom, hogy prioritást élvez a továbbtanulásnál. Itt most már azért van köztünk olyan, aki azt mondta, hogy ő bizony megcélozza a Vájit. Hát reméljük jó hírrel, meg reklámmal, de igen, ő most úgy gondolta, hogy ez az iskola tök jó pofa, amelyik ilyet tud csinálni, egy ilyen vetélkedőt felvállal, megszervez, lebonyolít. Ott valószínűleg a szakmai munka is olyan, hogy vonzza a gyerekeket. A csapatoknak a nap során kartondobozból kellett iglut építeni, vagy címereket rajzolni, amikkel aztán tapétáztak, de a hegesztő és villanyszerelő szakmákkal kapcsolatos kalandokat is kaptak. Sokat gyűjtöttük a dobozokat, több mint egy héten keresztül. Hát építéskor voltak egy kis nehézségek is, kétszer összedült, de végül jó lett és elkészült. Az első feladat az elég jól megizzasztott, ott már majdnem gondolkoztunk azon is, hogy elkérjük a Jokert, de végül megoldottuk nehezen, 2 óra alatt. A kurdi helyszínen találkoztunk Fehérvári Tamással, a megyei közgyűlés elnökével, és Varga Stadler Gáborral, a verseny egyik főszervezőjével. Arról esett szó, milyen fontossággal bír a verseny a megye gazdaságának jövője érdekében. Nincsenek elő ismeret tudásában a szülők, illetve a diákok. Még talán mondhatjuk a diákok jobban, hiszen az iskolában pedagógusoktól azért hallanak róla, kapnak tájékoztatást, hogy mi változott, milyen lehetőséget biztosít nekik a tanulásban a szakképzés iránynak a választása, de a szülőkben ezt nem érzékeljük. Sajnos nagyon sokszor azt tapasztaljuk, és ugyanezt kapjuk partnereinktől visszajelzésként, hogy a szülő, amikor választani akar, akkor általában azt gondolja, hogy ha jó tanul a gyerek, akkor menjen gimnázium fele, tehát humán érdeklődési akár, vagy ha nem, akkor menjen ipariba. Tehát ez egy nagyon-nagyon berögzött, több évtizedes jelzőt használják, holott ezen azt hiszem már teljesen túl van a magyar gazdaság és a magyar oktatási rendszer is. Ugyanakkor az új szakképzési törvény adta lehetőségek pedig még mindig nem jöttek át úgy a szülők irányába, hogy kellene. Ugye az egyik fő célunk a megyének is az, hogy megpróbáljuk itthon tartani az embereinket, megpróbáljuk itthon tartani a családtagjainkat, családainkat, és megpróbáljuk azokat a korosztályokat, akik itt ülnek körülöttünk, tehát a fiatalokat, a gyerekeket itt tartani. Hogy lehet ezt megtenni? Hát nyilván nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy teszünk a zsebükbe egy kis apró pénzt, és elnevezzük ezt segélynek, vagy bárminek, hanem azt mondjuk, hogy perspektívát próbálunk nekik adni. Azt, hogy mit tudnak majd csinálni a jövőben. A jövő, én azt gondolom, általában mindenhol, ahol józanul gondolkodnak, a munkát is jelenti. Amellett, hogy lakhatást is, szórakozást is, tehát számos területe van, hadd ne menjek ebbe bele. De azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen oda kell állni az ilyen programok mellé. Azért, mert a jövőt a gyerekek, a fiatalok, a gyerekeink fogják biztosítani, és hogyha ezt nem fogjuk tudni segíteni, akkor ki fog ürülni az ország, és érdekes jelenségek lesznek. De ne ezt vetítsük előre, hanem inkább azt, hogy sikeresek akarunk lenni, ehhez képzett munkaerő kell, okos, értelmes emberek kellenek, és olyanok, akik belakják a területünket, belakják
Tolna megye településeit, Kurdot belakják, belakják Gyulajt, és a többi, és a többi. Ez csak úgy működik, hogyha mi megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy itt maradjanak a gyermekeink, és itt kapják meg azt a képzést, tudást, lehetőséget, boldogulást, amivel itt tudjuk tartani őket.